Hagyományosan a nem szeretem tárgyak közé tartoznak a természettudományok az iskolások körében. A pedagógusok különféle interaktív módszerekkel, kísérletekkel igyekeznek szerethetőbbé tenni ezeket a tantárgyakat, előbbiekre azonban a kevés óraszám és a tananyag mennyisége csak korlátozottan ad lehetőséget. Ennek a témának is a mélyére ásunk a mai 35 percben. Üdvözlöm Önöket, mutatjuk a teljes tartalmat. Külön válogatott szemét még decemberben megnyílhat a Máté-Szalkai hulladékudvar. Célegyenesben fényes ritkén Európa legnagyobb vasúti logisztikai központja épül. Fókuszban a természettudományok, általános és középiskolások versenyeztek egymással. Újabb szelektív hulladékudvarokat alakítanának ki a megyében, jelenleg kettő működik Nyíregyházán, a Máté-Szalkai pedig még idén megnyílhat, hogy a megye keleti részén élők igényeit is kiszolgálják. A hulladékudvarok feladata, hogy a háztartásokban keletkezett újrahasznosítható és egyéb speciális hulladékot egy arra kijelölt helyen adhassák le a lakosok. Köszöntöm a stúdióban Eberhard Gábort, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét, tiszteltek, köszöntöm Önöket! Mindenek előtt tisztázzuk, hogy a hulladékudvarokba tulajdonképpen mit lehet bevinni, és mit nem. Értem. Nézzük ezt két oldalról. Egyrészt, hogy ki vihet be, és mit vihet be. Tisztázzuk előbb, hogy ki vihet be. A hulladékudvarok a természetes személyek számára nyitottak, tehát ez nem arra szolgál, hogy a ilyen-olyan vállalkozások, építési vállalkozók, építések, vagy akár a bármilyen termelésből származó hulladékot befogadjanak. Ez kizárólag a természetes, tehát a magánszemélyek számára nyitott. Ott is azok számára, akik részt vesznek a hulladék közszolgáltatásban, kvázi megfizetik a hulladék közszolgáltatási díját. Tehát aki minden hónapban, minden negyedévben, bocsánat, csekket kap, és azt be is fizeti, az igénybe veheti a hulladékudvart. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy én bemegyek, mert valamit szeretnék leadni, kérnek tőlem egy személyigazolványt, vagy az utolsó csekket, amit... Elméletileg amit így kellene, van olyan település, ahol, vagy van olyan szolgáltató, ahogy ezt így csinálják. Mi ezt Nyíregyházán nem alkalmaztuk. Tekintettel arra, hogy társasházak esetében kicsit bonyolultabb lenne ennek a végellenőrzése, vagy éppen utalásos számlánál. Tehát feltételezzük azt, illetve csak a kirívó esetekben intézkedünk, hogyha nem azt látjuk, hogy nem természetes személy hozza be a hulladékot. A másik fele, hogy milyen hulladékot lehet bevinni. Inkább azt mondom, hogy mit nem lehet először is, tehát vegyes, lakossági hulladékot nem fogadnak a hulladékudvaraink. Tehát aki úgy gondolja, hogy na ez már nem fér bele ez a két zsák hulladék a szemét, hogy úgy mondjam a kukámba, és azt be akarja odahozni, az nem lesz jó, mert vegyes, kommunális hulladékot nem fogadnak a hulladékudvarok. Ettől ellentétben fogadnak például üveget, öblös üveget, szelektíven papírt, műanyagot, építési bontási hulladékot is fogadunk, illetve nagy darabos lomot. Ugyanígy fogadnak elektronikai gépeket, legyen az akár kisebb mobiltelefontól egészen a 200 literes hűtőig, az elektronikai hulladékot is leadhatják a lakosok. Tehát mondjuk nyomtatót, vagy így számítógépet, van, bármilyen, ami már használtak kívül. Mi az, ami lomnak számít? Tehát ilyen nagyméretű lomot említett, igen, mondjuk kanapét, vagy mind szekrényt? Vagy? Az is, kanapé, szekrény, stb. Minden olyan, ami mondjuk nem fér bele a 120 literes hulladéktároló edénybe, azt ide be lehet hozni hozzánk. És ha már szóba jött bútor és kanapé és hasonló tárgyak, akkor hagyj hívjam fel a figyelmet a Nyíregyházi Kerék utcán működő hulladékudvarunkra, mert ott működik egy újrahasználati központ is, ami azt jelenti, hogy ha valaki olyan jó állapotú bútort, ruhát, könyvet, használati tárgyat visz be, ami még mások számára értékes lehet, ott ezt leadja, mi azt a későbbiek folyamán egy minimális tárolási díj fejében értékesítjük azok felé, akiknek az az eszköz még használható és hasznos lehet a háztartásában. A Tiszavasvári úti felüljáró alatt. Így van. Érdemtelenül alacsony figyelmet kap ez az újrahasználat, pedig ha azt nézzük, akkor a hulladék gazdálkodás hierarchiájában ez a legmagasabb lehetőség és a legjobb lehetőség is, tehát ha már egyszer valami hulladékká vált, akkor azt próbáljuk újra használni úgy, ahogy van, meghosszabbítani úgymond az élettartamát. Térfogat és tömegkorlát nélkül ingyenesen le lehet ezeket adni, akár a Korányi Frigyes úton, akár a Kerék utcán? Egy utánfutónyi, tehát durván olyan egy köbméterig vesszük át ingyenesen Nyíregyházán, illetve Máté-Szalkán is így fog majd működni.
Ha már Máté Szalka, ugye jelenlegi terveink szerint december 15-től nyílik majd meg ott a hulladékudvar, gyakorlatilag ugyanezekkel a feltételekkel, ahogy itt Nyíregyházán már működik, fog üzemelni az az udvar is. Hol terveznek még a közeljövőben újabb hulladékudvarokat nyitni? Mi magunk, társaságunk nem tervezi ilyet, de tudom, hogy az országos hulladék közszolgáltatást szervező NHKV ZRT a megye több pontján tervez még ilyet. Levélben már meg is kereste az illetékes önkormányzatokat. Hogy ennek mi a végeredménye, ezt én jelen pillanatban nem tudom megmondani, nem a mi projektünk, de mihelyest nyilvános lesz és megfelelő információt kapunk róla, természetesen tájékoztatjuk a közönséget. De itt a nyíregyházi két hulladéklerakóban csak nyíregyházi lakosokkal? Nem. Elméletileg mind a két hulladékudvar a teljes megye közszolgáltatását szolgálja ki, tehát a megye bármely településéről hozható be ebbe a két udvarba hulladék. Mi lesz a karácsonyfákkal? Azt gondolom, nem a hulladékudvarba kell majd bevinni. Oda kell, ott fogjuk összegyűjteni. Kicsit még így ünnep előtt vagyunk, ezért senki ne vegye ünneprontásnak, hogy már arról beszélünk, hogy mi lesz a kidobott karácsonyfákkal. De igen, időben gondolni kell erre is. Olyannyira, hogy aki még most tervezi a karácsonyfa vásárlását, megfontolhatja, hogy esetleg töveset, vagy vágott fenyőt, vagy műfenyőt vásároljon. Amennyiben töves fenyőt vásárol, és azt hozzánk behozza utána a kerékutcai hulladékudvarunkba, akkor mi azért egy utalványt adunk neki, egy 4000 forint értékű vásárlási utalványt. Ez a 4000 forint úgy áll össze, hogy 2000 forintot a EAK Kft. Biztosít, 2000 forintot pedig a Nyír VV non-profit Kft. És az így úgymond megmentett töves fenyők pedig a következő év tavaszán Nyíregyházán a Bújtos Ligetben kerülnek elültetésre egy fenyőfa ligetben. Ezekért az utalványokért mit kaphatunk cserébe? Különböző vállalatokkal, cégekkel van szerződésünk, ahol ezek levásárolhatóak. Fürdőben, kertészeti boltban, meg nem mondom fejből hirtelen, hogy hol. Mindenkit arra bátorítok ebből az okból is, hogy napra készen nézze a honlapunkat, és ott minden ezzel kapcsolatos hasznos információt megtalál. Magyarul érdemes megfontolni, hogy nem vágott fenyőt veszünk. Így van, hanem töves fenyőt. Gondolkodunk, ez ennek az akciónak a lényege. Hát ezért találtuk ezt ki, illetve találtuk ki a kollégáinkkal, hogy ezzel is ösztönözzük az embereket arra, hogy töves fenyőt vegyenek, mert azt még el lehet ültetni, és tovább élhet egy fa. Mennyire bírja ki egy élő fa, egy töves fa, azt, hogy esetleg egy túl meleg lakásba kerül, agyon díszítgetjük, csiptetgetjük. Ez minden bizonnyal egy megpróbáltatás nekik, ahogy én olvastam és én tudom, igyekezni kell ugye minél hamarabb leszedni ezeket a fákat, és minél hamarabb kihozni hozzánk a hulladék udvarba, hogy ott megfelelő körülmények között gyakorlatilag szabad levegőn, öntözéssel úgymond túléljék ezt a nehéz időszakot számukra. Van ennek határideje, hogy meddig lehet visszavinni ezeket a fenyőfákat? Mert ugye vízkeresztig hivatalosan ezért így van, és vízkereszt után kezdjük leszedni. A honlapunkon fenn lesz a hirdetmény, és ott lehet megnézni az időpontokat. De ha már karácsonyról beszélünk, akkor lesz egy másik akciónk is. Ugye tetszik, nem tetszik, ilyenről nem szívesen beszél az ember, de a karácsonyi időszak folyamán keletkezik a legtöbb hulladék egy időszakra levetítve a háztartásokban. Kezdve a csomagolópapíroktól, a fenyőfán, a karácsonyfán keresztül, a karácsonyfa díszekig. Éppen ezért hirdettünk egy másik akciót is, ami már sokkal vidámabb, ez pedig karácsonyfa díszek készítésére irányul. Tehát arra próbáljuk rávenni az embereket, hogy nem feltétlenül kell minden éven új karácsonyfadíszt venni, hanem lehet azt különböző megunt vagy éppen kidobásra ítélt eszközökből, tárgyakból is elkészíteni karácsonyfadíszt. Kollégáim is csináltak ilyen díszeket, csinálnak, illetve hogyha valaki ilyen díszekkel díszíti fel a karácsonyfáját és annak a fényképét elküldi nekünk, akkor először is a cégnél összeálló zsűri döntése alapján egy 10.000 forintos vásárlási utalványt ajándékozunk a legszebbnek, illetve ajándékcsomagban részesül a társaságunk közösségi portálján a legtöbb tetszést kapó karácsonyfadísz is. Mert lájkokat gyűjtik. Igen. Ezeket az utalványokat ugyanezeknél lehet levásárolni. Így van. Van erre ötlet, hogy hogyan lehet ezeket elkészíteni a honlapon? Lehet erre Igen, szerintem a honlapunkon is van. Mint ahogy mondom, kolléganőim is aktívan foglalkoztak ezzel. Például karácsonyfadíszt készítettek kávékapszulából, kiégett villanykörtéből,
PET-palackokból füzért, tehát van nagyon az internet tárháza kimeríthetetlen ebbe a témába. Volt már máskor is ilyen akciójuk, vagy ez az nem, első ez lesz, ilyen alkalom? Nem, ez lesz a legelső ilyen akciónk. Gondolom hagyományteremtő szándékkal. Bízunk benne, hogy jövőre is meg tudjuk csinálni. Ha már néhány karácsonyfa díszsel is úgymond kevesebbet vásárolunk, már akkor megérte. Mi a határideje ennek a bemutatásának? Ha jól tudom, december 20-áig kell ezt a... Nem, bocsánatot kérek. Tehát 26-áig a karácsonyfákat, a feldíszített karácsonyfákat bemutatni. Itt is azt kérem, hogy a pontos időpontokkal és a tudnivalókkal kapcsolatban a honlapunkat nézzék meg. Fotó és a honlapra fel lehet tölteni így ezeket van, a képeket, hogy nyilván a beküldeni honlapon e-mailen rajta van, nekünk, hogy, ügyfélszolgálatra hogy milyen formában tudják ezt megoldani. És aztán gondolom a kidobott fenyőfákat is a szokásos módon. Természetesen a vágott fenyőket is átvesszük a karácsonyfáért ajándékot akció keretében. Itt nem sokban változott a korábbi évek bevett gyakorlatához képest. Minden egyes karácsonyfáért, leszedett karácsonyfáért egy sorsjegyet adunk, aminek a sorsolását követően itt is 5000 forintos ajándékutalványt sorsolunk ki. De aki nem maga viszi be ezeket a vágott fenyőket, hanem várja, hogy majd elviszi a ja, a értem, tehát a karácsonyfa gyűjtés, az, igen. Igen, az... Meddig tudja ezt megtenni? Gondolom azért, aki húsvétig megtartja a karácsonyfáját, az már ne számítson arra, hogy el fogja vinni a kukásautó. Igen, a honlapon már megtalálhatóak, vagy legalábbis jövő héttől megtalálhatóak lesznek a 2022 évre vonatkozó hulladékgyűjtése naptáraink, és azokban mindenütt jelölve van, hogy mely körzetben, melyik napokon gyűjtjük a leszedett karácsonyfákat, illetve később majd akár a zöld hulladékgyűjtéssel is beszedjük ezeket. Ha már említettem, mi lesz a sorsa ezeknek a begyűjtött, kiszuperált karácsonyfáknak? Ezek a karácsonyfák a komposztáló telepeinkre kerülnek, van ilyen komposztáló telepünk Nyíregyházán, Kisvárdán és Nagyecseden, és ott a természet közreműködésével komposzt készül majd belőle. Ha már itt tartunk, biohulladék szállítás most éppen szünetel. Így van. Mikor indul újra? Előre láthatóan ugye ez április közepétől szoktuk gyűjteni a biohulladékot, ugye ez is településtől, önkormányzati rendelettől függően. Itt is azt tudom mondani, hogy a 2022 évre vonatkozó naptárakban pontosan hétre napra lebontva megtalálható, hogy melyik településen mikor lesz biohulladékgyűjtés. Akkor a barna kukák téli szünetre mennek. Így van. Eberhard Gábor, köszönjük szépen, hogy mindezekről beszámolt nekünk. Köszönöm szépen. Utolsó szakaszához érkezett a Fényeslitkei East-West Gate intermodális terminál építése. A múlt hét folyamán megkezdték azoknak az óriás daruknak a felállítását, amelyeket Európában egyedülálló módon 5G-s technológiával, távvezérléssel működtetnek majd. A kontinens legnagyobb vasúti logisztikai központjának próbaüzeme jövő év márciusában kezdődik meg. Gyorsasággal épül Európa legnagyobb vasúti átrakodója az ukrán határ közelében fekvő Fényeslitke szomszédságában. A 140 hektárnál is nagyobb területen idén januárban kezdték meg a munkálatokat. Mostanra már befejeződött a mintegy 10 km hosszúságú normál és széles nyomtávú vasúti pálya építése, és a közúti közlekedésre alkalmas betonburkolatok is készen állnak. Ezen a héten újabb mérföldkőhöz érkezett a kivitelezés. Rögzítették azokat az óriás darukat, amelyek konténerek, pótkocsik, sőt kamionok és pótkocsik együttes átrakodására is képesek lesznek. Mai napon megérkezett már az összes sinemozgó daru alkatrész, ami azt jelenti, hogy mind a három daru szerelésre kész és felállítás előtti állapotban van. Megérkeztek az 5G technológiát kiszolgáló oszlopok is, azok is felállításra kerültek, és az épületek pedig befejezéshez közelednek, tehát az utolsó negyedében van az építkezés, 2022. márciusában készen fogunk lenni. Az óriás darukat tehát távvezéléssel egy privát 5G-s hálózaton belül mozgatják majd. Egy-egy darun összesen 20 kamerát helyeztek el, ezt látja majd azonos időben az a személy, aki irányítja az átrakodást. Az óriás daruk méretükben és alkalmazott technológiájukban is egyedülállónak számítanak Európában.
Ez a technológia egy privát 5G hálózat, amely itt kifejezetten ezt a telephelynek a működtetését fogja kiszolgálni, és lehetővé teszi azt az ipari digitalizációs projektet, amit itt megvalósítunk. Gyakorlatilag az első lépésben ezeket a mögöttem látható hatalmas nagy darukat fogjuk 5G technológián keresztül távolról vezérelni. Hogy miért fontos ebben az 5G technológia? Az első lépcső az, hogy egy nagyon alacsony késleltetésre van szükség, hiszen a darukkezelőnek, aki egyébként a daruktól sok esetben több kilométer távolságról fogja ezeket vezérelni, úgy kell éreznie, mintha ott ülne a darun, és nagyon rövid késleltetésekkel kell tudnia látni az összes kameraképet a daruról, illetve beavatkozni abba, hogy mit csinál a daru önmagában. Tehát az első lépés az alacsony késleltetés, a másik a nagy sávszélesség, hiszen itt fölfele irányba a hálózatba kell fölküldenünk 20 darab nagy felbontású kamerának a képét. A harmadik lépcső pedig fontosság pedig a nagy rendelkezésre állás, hogy ez nagyon-nagyon megbízhatóan folyamatos működést tudjon biztosítani. Itt olyan speciális technológiákat használunk, amivel akár 5-9-es, tehát 99,999%-os rendelkezésre állással fognak ezek gyakorlatilag folyamatosan működni. Ugye ezek a Künz osztrák cég darui, amelyek vezetőfülkenékű, darukezelő fülkenékű fognak működni, egy irányítószobából vezérlik őket az operátorok. 5G technológiával, vezetékes kapcsolat nélkül lehet őket irányítani kameraképek alapján. Ez Európa legelső ilyen távoli vezérléssel megvalósított megoldása. Kínában számos ilyen projektet csináltunk már. Itt ebben az ipar digitalizációban Európa egy icipicit le van maradva, de ez a terminál Európa legmodernebb, leginnovatívabb ilyen jellegű megoldása lesz. Szintén egyedülállónak számít, hogy az építkezéssel a beruházó elsősorban a közelben működő vállalkozásokat bízott meg, nagyban segítve ezzel a kisvárdai térség foglalkoztatását. A terminál szomszédságában egy hatalmas ipari park is épül, ami a fényes Litkén élők számára is számos lehetőséget jelent. Nagy reményt adott nekünk ez a beruházás, és hála jó Istennek, ugye 20 éve küszködünk, rengetegen jöttek Egyesült Államoktól kezdve, a skandináv országok, Kínától kezdve, Dél-Korea, létező a nagy országok, nagy gazdasági hatalmaknak a képviselőit voltak, nézték ezt a területet, voltak alapkőletételek és így tovább, és ez a cég ugye 2 évvel ezelőtt érkezett meg, felvázolták azt a koncepciót, amit már 3-4 éve amúgy előkészítettek, és egyik helyszín lett volna ez, illetve a másik pedig a Felvidék, tehát Szlovákiának egy települése, és nagyon örülök annak, hogy a menedzsment végül is egyesikét választotta, de ez az is kellett, hogy látták azt a környezetet, ahová érkeznek, hiszen amellett, hogy elkészül egy ekkora beruházás, ami ilyen 40-50 milliárd környékén lesz, Európa legkorszerűbb és legokosabb konténerterminálja lesz. Látták azt, hogy valójában a humán közeg, ahova érkeznek, akár Fényesütke, akár itt Kisvárda, illetve itt ez a csücsök, ez igenis érdemes hosszú távon nekik is befektetésként. Körülbelül 100-130 fő lesz az a munkavállaló, amit foglalkoztatni fogunk közvetlenül. Nyilván ennek lesz egy multiplikátor hatása a kiszolgáló szolgáltató cégeknél. Körülbelül 30-40 fő felsőfokú végzettségű egyetemet, főiskolát végzett, a többiek pedig mind középfokú végzettségűek, és lesz egy 20-25 fő az egyéb kiszolgáló személyzetnél, ahol szakmunkás, betanított munkásra is szükség lesz. Nem igazán Fényesütkének a munkát, tehát a munkahelyi problémáit fogja megoldani. De inkább egy jövőképet ad a településnek, hogy érdemes a gyerekeinket tanítatni, akár abba az irányba, nem csak logisztikába, hanem majd a logisztikai központ után, ami most érkezik, most 5 kisebb cég már bejelentette. Jövő áprilisban várhatóan be fognak jelenteni egy hatalmas nagy beruházást, ami aztán a képzettebb munkaerőt fogja ebbe a térségbe vonzani, illetve amit említettem az előbb, hogy a szülőknek, a ma átiskolába járó gyerekeknek is lesz egy perspektíva, hogy nem kell Fényesütkéről elmenni, vagy a térségből elmenni, hanem itt lehet maradni jó fizetéssel, kiváló munkakultúrában, hiszen ez a terminál egy olyan egyedi munkakultúrát hozott be abba a térségbe, ami abszolút hiányzik itt. Őszintén, itt tényleg a technológiai és csúcs technológia mellett a legfontosabbnak nem magát a technológiai vívmányokat tartja a befektető meg a menedzsment, hanem magát az embert. És ez látszik abban, hogy orvosi rendelő, korszerűen felszerelt orvosi rendelő lesz, tehát az embereknek a munkaalkalmasságit nem el kell menni a világ végére az orvoshoz, hanem az orvosok ide jönni. Tehát itt is látszik, hogy mennyire megbecsüljük. Fehér öltözők lesznek, tehát olyan típusú munkakultúra, meg gondolkodásmód, ami szerintem ki fog hatni.
minden szempontból. Nem csak anyagiakban, hanem itt a munkához való viszonyban, illetve abban az irányban, ami most a jövőt mutatja, hogy igen, tanulni, amíg az ember még nagyjából meg tud mozdulni. Tehát a folyamatos továbbképzés, és ez mindenképpen. Amellett, hogy folyamatos továbbképzés, mi a legfontosabb, mellette meg lesz az anyagi vonzata is. Kiszámítható munkahelyek lesznek. Tehát nem kell attól rettegni, hogy elbocsátanak, mert ha megbecsülöm magamat, megfelelő feltételeket teljesítem, akkor meg leszek becsülve. Tehát egy nagy családként kezel, egy japán típusú modellt hoz be különben, azt lehet mondani, ahol egy válság idején is ez a menedzsment nem fog elengedni ezeket az embereket, akik hűségesen ott helyt állnak. Az átrakodó megépítésével Magyarország visszakerül a vasúti logisztika világtérképére. Az East West Gate építésére hatalmas szükség van, Ázsia és Európa között ugyanis folyamatosan bővül a vasúti áruforgalom, amelynek kapuja jövő évtől a Fényeslitkei terminál lesz. Természettudományos tárgyakból versenyeztek a 100 éves nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium és a 40 éves Móricz Zsigmond általános iskola diákjai a közelmúltban. A 7-es, 8-os, 9-es és 10-es tanulók legügyesebbjei két fordulóban, csoportokban mérték össze tudásukat. Köszöntöm a stúdióban Horváth Editet, a Vasvári Pál gimnázium biológia földrajzszakos tanárát, mint szervezőt. Köszönöm szépen! Iskolánkban nagy hagyománya van a természettudományos délutánoknak, amit kolléganőnk Zámboriné Laskai Ildikó ötlete alapján valósítunk meg mindig, és már egy évtizede ilyenkor az iskolánk szélesre nyitja a kapuit az általános iskolások előtt, és egy interaktív, jó hangulatú, természettudományos kísérletekben gazdag délutánban lehet részük. De ez az év, ez egy nagyon különleges év, hiszen iskolánk 100 éves, tehát egy jubileumi év, a Móricz Zsigmond általános iskola pedig 40 éves, és ezért Gulyás Anita tanárnőnk ötlete alapján most egy különleges természettudományos projektversenyt hirdettünk meg. Mennyire népszerűek ezek a bizonyos délutánok a Vasvári gimnáziumban, hiszen egy félosztályi természettudományos tagozat van, ott azért nyelvi tagozat, énekzene, testnevelés, nagyon sok oldalú az iskola, tudom, hogy egy remek dráma szakkörük is van, de hogy mennyire népszerű maga a természettudományos képzés? Én azt gondolom, hogy rendkívül népszerű a természettudományos képzésünk, és nagyon sok általános iskolás diák érkezik ezekre a délutánokra, tehát ilyenkor tényleg az egész megyéből érkeznek hozzánk résztvevők, és nagyon-nagyon jó hangulatú kis szakesteket tudunk tartani. Tantárgybontásokban vannak ezek a versenyek, vagy egy komplex természettudományos Ez a verseny, amit most megrendeztünk, ez egy kifejezetten komplex természettudományos verseny volt, ahogy említette, két fordulóból állt. Az első fordulóban még egyénileg versenyeztek a gyerekek, tehát 7-es, 8-os, 9-es és 10-es diákok adhattak számot a biológia, földrajz, kémia vagy fizika ismereteikről. És akkor a legjobbak, évfolyamonként a legjobb 5 került be a második fordulóba, ami egy nagyon izgalmas forduló volt, ugyanis az volt a lényege, hogy a gyerekeket összesorsoltuk csoportokba. Tehát minden csoportban, minden évfolyamból volt egy diák, sorsoltunk hozzájuk egy mentortanárt, illetve egy projekttémát. És nekik ezt a projekttémát kellett kis önálló kutatással szépen megvalósítani, és előadni ennek a természettudományos délutánnak a keretében. Valamit itt meg kellett alkotni, vagy egy kísérletet bemutatni, vagy mennyire volt gyakorlatias? Nagyon gyakorlatias volt, tehát többféle projekttémánk is volt. Tehát volt olyan témánk, ami a hulladékgazdálkodásról szólt, volt olyan témánk például, hogy hogyan éleszt ő az élesztő, és akkor ott bemutatták az élesztős kísérleteket. Én magam egy baktériumos témát vezettem, ami most azért nagyon fontos volt ugye a járványügyi helyzetünk miatt is, hogy a baktériumok, vírusok elkülönítése, életmódja miért hasznosak például. De volt olyan kísérlet, ami rendkívül izgalmas volt szerintem,
amiben azt vizsgálták meg a tanulók, hogy hogy lehet kiszámítani a fénysebességet egy mikrohullámú sütő és egy lapkasajt segítségével. Tehát rendkívül izgalmas volt, és még volt ebben egy csavar, ugyanis az összefoglalást angolul kellett elmondaniuk. Nagyon jó ezt hallani. Már csak annál is inkább, mert hogy az utóbbi években másról sem hallunk, mint hogy mennyire népszerűtlenek a természettudományos tantárgyak. Nagyon kevesen választják, különösen pedagógus képzésben ezeket a szakirányokat. Vajon mi lehet ennek az oka? Hát gondolom, hogy azért nagy szerepet játszik ebben az óraszám csökkentés, de azt gondolom, hogy maga a természettudományos érdeklődés az megvan. Tehát nagyon sok csillogó szemű diákkal találkozunk órákon is, és egyébként mi minden lehetőséget megragadunk arra, hogy ezeket az ismereteket terjesztjük. Tehát például most is a Városi Művelődési Központban részt vett az iskolánk egy rendhagyó biológia órán, Kovács Ágnes és Dósánné Grünstein emese kíséretével, ahol az emberi testtel foglalkozhattak egy kicsit interaktív játékos formában, vagy voltak az egyetemen a kémiából tovább tanulók, ahol nagyon érdekes kémiai kísérleteket nézhettek meg. Itt pedig Túcsikné Kovács Evelin, illetve Barkó Lajos kollégám kísérte őket. Hogyan látja a komplex természettudományos tantárgy oktatását? A szétválasztott tantárgyakra szavazna inkább, vagy ez a komplexitás? Hát szerintem komplex ismeretekre mindenképpen szükség van. Nyilván ezt most még nagyon nehéz kivitelezni, hiszen nincs olyan kollégánk jelenleg, ugye, aki mind a négy szakban jártas lenne, de igyekszünk ezt majd, ugye jövőre bevezetésre kerül egy ilyen választható tantárgy a 11-esek részére, tehát igyekszünk ezt majd hasonló interaktív formában megvalósítani, mert az nagyon jó dolog, hogyha több szemszögből látják ugyanazt a problémát. Mennyien választják a Vasváriban érettségi tárgyként valamelyik természettudományos tárgyat? Szerintem sokan. Sokan. Tehát van, minden tantárgyból tudunk előkészítőt indítani, van amelyeket egészen nagy létszámmal, illetve ott vannak még a biológia, kémia tagozatos diákjaink is. Én úgy látom, azért ötletekben nem szűkölködik a Vasvári. Hogyan tervezik a közeljövőben folytatni a természettudományos tárgyak oktatását, vagy mivel gazdagítják? Hát nyilván hasonló módon próbáljuk folytatni, tehát továbbra is szeretnénk ezeket a természettudományos délutánokat megvalósítani, illetve minden lehetőséget megragadunk arra, hogyha akár a debreceni, akár a nyíregyházi egyetemmel bármilyen kapcsolatot tudunk teremteni arra, hogy a gyerekek bővítsék tudásukat, illetve versenyeket rendezünk, tehát az iskolánk a Béres József, illetve a Kabai János megyei versenyek szervezésében minden évben részt vesz, és ez azt gondolom, ez rendkívül népszerű. Nyilván ezek nagyon hasznosak azoknak, akik alapból is természettudományos beállítódásúak és érteklődnek. De mire elég az az alap óraszám, ami kötelező a középiskolai képzésben, és hogyan tudják azokat a diákokat megszólítani, akik inkább humán beállítódásúak, miközben azért el kell mondjuk, hogy a mindennapi életvitelünkhöz nagyon is szükség van a természettudományokban való jártasságnak. Ez így van. Hát igyekszünk minél izgalmasabb és érdekesebb órákat tartani, tehát ezt mindenképpen. Szerencsére az iskolánk jól felszerelt, akár interaktív táblák vagy smart táblák tekintetében, úgyhogy azokat a kísérleteket, amiket esetleg nincs lehetőségünk ugye minden szaktanteremben elvégezni, azokat valamilyen online módon hozzáférhetővé tesszük, megmutatjuk. Úgyhogy én ennek nagyon örülök. Be tudják vonni aktívan a diákokat, mondjuk ilyen kis csoportos projektmunkákkal,
Megpróbáljuk megvalósítani, igen. Itt az online oktatásban is nagy hangsúlyt fektettünk például a projektmunkákra. Tehát én magam is mondjuk a tizedikeseknek olyan projektmunkát adtam ki, ami kifejezetten Magyarország régióit kellett bemutatni csoportmunkában. Tehát mindenképpen alkalmazzuk ezeket az ismereteket, ezeket a kooperatív tanulási módszereket. Horváth Edit, köszönjük szépen, hogy beszámolt ezekről nekünk, és további sikereket kívánunk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, műsorunkkal legközelebb jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra.